Következő előadót kérem föl, Vizi László Tamást, a Magyarság Kutató Intézet tudományos főigazgató helyettesét, főiskolai tanár. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, kedves hallgatóság. Előadásom címe lehetett volna másképp, az Aponyi Albert és a Benárd Ágost vezette delegációk Versailles-ban címet viseli, de engedtessék meg nekem, hogy mielőtt a témába belevágnék, hadd idézzem fel azokat a napokat, azokat a heteket és perceket, amik éppen 100 évvel ezelőtt történtek, hiszen Nagy Szabolcs tanáró igazgató helyettes úr előadásának vagy a kronológiai folytatása az enyém, hiszen átlépünk 1919-1920-as év fordulóján, és hogyha visszatekintünk arra, hogy 100 évvel ezelőtt, 1920. május 21-én, vagy azokban a napokban mi is történt, mi dőlt el, és mi az, ami még nem volt biztos, akkor azt gondolom, hogy nem haszontalan egy ilyen kis rövid visszatekintést tenni. Ami nagyon fontos dolog, hogy a végleges békefeltételek átadása ekkora már megtörtént. Valójában hivatalosan május 6-i dátum szerepel a békeszerződés végleges szövegén, de ezt már előző nap megkapja a Párizsban tartózkodó Prasznovszkij Iván, aki a békedelegációnak volt a főtitkára, Henri ezredestől, és talán nem érdemtelen elmondani, hogy azért kapja meg előző nap, hogy május 6-án az Orient Expressre fel is tudjon ülni, hiszen az Orient Express nem járt minden egyes nap Párizsból, tehát direkt figyeltek még arra is, hogy az átadás napján, a hivatalos átadás napján a magyar főtitkár kofferébe, csomagjába beletéve a békeszerződés végleges szövegét elindulhasson Budapestre. Az ezt követő napok azok valójában az aláírás és az alá nem írás polémiájával teltek. A szlájdon is látható, hogy a május 7-i minisztertanács, tehát a hivatalos átadást követő napon már tárgyalja a békeszerződés kérdését, és itt még egyszer van az aláírás, nem aláírás kérdése a domináns, és már ekkor úgy fogalmaz a minisztertanács, elsősorban Teleki Pál külügyminiszternek a javaslatára, kikérve persze a hadügyminiszter Bádóki Sós Károly vezéredezredes később baltábornagynak a véleményét, hogy valójában a magyar honvédség nem áll készen arra, hogy a körkörös betörés ellen, támadás ellen eredményesen védekezni tudjon. Nem mondta ki Teleki Pál május 10-én a nemzetgyűlésben ugyanezt, viszont a hosszú beszédében, amelyben a nemzetgyűlés előtt feltárta a trianoni békeszerződésnek a részleteit, és részletesen ismertette az ahhoz csatolt Millerand kísérőlevélnek a tartalmát, valójában már utalt arra, hogy nincs alternatívája az aláírásnak. És amit nem mondott ki Teleki Pál május 10-én délelőtt a nemzetgyűlésben, az kimondta délután Gróf Aponyi Albert, a békedelegációnak a vezetője, a békedelegáció ülésén, mikor azt mondta, hogy kénytelenek leszünk aláírni a szerződést. Tehát valójában a kormány és a békedelegáció is azonos állásponton volt, és hogyha még ehhez hozzátesszük a másnapi nemzetgyűlés külügyi bizottságának az ülését, amelynek az elnöke ifjabb Andrássy Gyula volt, és az ő ott elmondott beszédét a másnapi újságok úgy közvetítették, hogy halálba kergetjük a nemzetet, ha nem írjuk alá a békét. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben a napokban 100 évvel ezelőtt valójában eldőlni látszott, és már el is dőlt, hogy a magyar kormány alá fogja írni a békeszerződést. Nagy kérdés persze az volt, hogy miután a Millerand-féle kísérőlevél közvetlenül Aponyi Albertnek, mint a békedelegáció vezetőjének adresszálódott, és feltette neki azt a kérdést, hogy fel van-e hatalmazva a békedelegáció arra, hogy a békeszerződést aláírja. Nos, erre a választ május 16-án a megszabott 10 napos határidő utolsó pillanatában Aponyi Albert közölte Millerandnal, amikor jelentette, illetve jegyzékben közölte, hogy a békedelegáció ezt a békeszerződést aláírni nem tudja, ez a békedelegáció számára elfogadhatatlan, és ebből adódóan visszaadja a mandátumát annak a
a testületnek, amelytől ezt még 1919. decemberében kapta, azaz a magyar kormánynak, és erről Teleki Pál és Simonyi Szemadam Sándor miniszterelnök aláírásával másnap egyébként május 17-én a kormány nevében is elmegy egy jegyzék, amelyben arra hivatkoznak, hogy az ország súlyos helyzetének tudatában a magyar kormány nem tagadhatja meg a békeszerződést aláírását, és miért megkapják az aláírás pontos helyét és időpontját, akkor meg fogják nevezni az aláírók személyét. És egyébként ezt május 26-án Teleki Pál a Nemzetgyűlésben is bejelentette. Tehát 100 évvel ezelőtt, hogyha a május 21-ét dátumnak nézzük, tehát a mai konferencia dátumát, egy dolog biztosan eldőlt, nevezetesen az, hogy a békeszerződést magyar kormány nevében valaki vagy valakik alá fogják írni. És ami még nem dőlt el 100 évvel ezelőtt, május 21-én, az egyrészt az, hogy hol és mikor lesz a békeszerződés aláírása. Nos, erről május 22-én, tehát holnap lesz a 100. évfordulója, tájékoztatta Jules Cambon francia diplomata Prasnovsky Ivánt, a párizsi, akkor már ugye lemondott delegációnak, de a kormány megbízottjának a képviselőjét, a nagykövetek konferenciájának arról a döntéséről, és ez május 22-ig jegyzékben szó szerint szerepel, nevezetesen megnevezik a dátumot, megnevezik június 4-ét, és megnevezik azt is, hogy hol lesz a békeszerződés aláírása, megnevezik a Grand Trianon kastélynak a nevét. Még két fontos dologról van szó, amit megneveznek, azt, hogy a magyar kormány nevében két küldöttnek az aláírásához ragaszkodnak, egy miniszteriális szintű aláíróhoz, illetve a kormány teljhatalmú megbízottjának a személyéhez. És innentől kezdve bonyolódik a kérdés, hogy ha már a döntés megszületett, hogy alá kell írni, akkor ki írja alá ezt a békeszerződést. Korábban szó volt Aponyi Albert személyéről is, maga Aponyi is úgy fogalmazott, hogy amikor ő a békedelegáció vezetését elvállalta, akkor tudta, hogy egy ilyen helyzet elől nem térhet ki. Viszont Aponyi aláírói személye nyilván miután a békedelegáció lemondott, már szóba sem jöhetett. Ráadásul az az Aponyi Albert, aki az 1920. január 16-i híres védőbeszédét elmondta, hát mégse szentesítheti ennek a törvényét, békeszerződést úgy, hogy kézjegyével ellássa. És ebben a pillanatban, hogyha Aponyi nem, akkor felvetődik az, hogyha a végrehajtó hatalomra testálódott, hárítódott vissza, akkor értelemszerűen szóba jön Teleki Pál, mint külügyminiszter, vagy esetleg valaki más. Tehát én itt ezt a folyamatot nem kívánom tovább folytatni, hiszen ez egy másik előadásnak a kérdése lenne, csak arra szerettem volna utalni, hogy 100 évvel ezelőtt ezek a kérdések boncolgatják a magyar politikai elitet, és ezekre kell majd választ adnia. De hogy visszakanyarodjunk az eredeti témánkhoz, a magyar kormány nevében hivatalosan az 1920-as évben két delegáció érkezik majd Párizsba. Fontos megjegyezni a közös, tehát a két delegációban. Nevezetesen mindkettő a magyar kormány felhatalmazására indul Párizsba. Az Aponyi Albert vezette delegáció megbízója, ugye a Huszár Károly vezette magyar kormány, ugye ez már egy Antant által elfogadott, ugye a Clark misszió következtében az Antant által hivatalosan is elfogadott magyar kormány, amely ugye megkapja hivatalosan is a felkérést a békekonferencián való részvételre. Pontosabban tegyük hozzá, hogy itt semmiféle konferencián nem veszünk részt, meg semmiféle tárgyaláson nem veszünk részt. Itt valójában a békeszerződés tervezetének az átvételéről van szó. A másik delegáció az ugye a dr. Benárd Ágost munkaügyi és népjóléti miniszter által vezetett delegáció lesz, amelyet viszont már ugye az 1920. március 15-én hivatalba lépő, tehát már a 20-as nemzetgyűlési választásokat követően hivatalba lépő Simonyi Szemadam Sándor miniszterelnök által vezetett kormány jelöli ki. Nos, ez az a bizonyos vita, amiben az előző szlájdban utaltam, hogy itt valójában 1920. május 20-26-ától egy rendkívül impulzív és
személyeskedéseket sem nélkülöző vita során kerül majd a két delegátus kinevezve, akik majd kézjegyükkel ellátják a békeszerződést. Ez május 31-én a késő esti órákban van. Azt kell, hogy mondjam, hogy az utolsó pillanatokban, az utolsó másodpercekben, mert az ominózus május 22-i Milleron jegyzék még azt is rögzítette, hogy a magyar aláíró delegátusoknak legkésőbb június 2-án meg kell érkezniük Párizsba. Most ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, nem fog egyébként, mert csak 3-án a kora reggeli órákba érkezik meg majd a delegátus, de ahhoz május 31-én este fel kell ülni a magyar delegációnak az Orient Expressre. És május 31-én délután még nem tudják, hogy ki lesz ez a két ember. Az egyikre már lehet utalni, meg sejteni, de hogy a delegációt kormányzati szinten, miniszteriális rangban ki fogja vezetni, az majd csak május 31-én késő este dől el, és ezért aztán lóhalálában indul ki a delegáció vezetője, például Benárd Ágost a pályaudvarra, hogy felüljön a vonatra. A két delegáció összetételét, ha megnézzük, akkor az előbb elmondottakból is talán nem okoz meglepetést az, hogyha azt mondom, hogy ugye az Aponyi vezette delegáció összetétele az ugye heteken keresztül, hónapokon keresztül formálódott. Ugye az talán nem is volt kérdés, hogy maga Aponyi Albert vezesse ezt a békedelegációt. A személyével kapcsolatban azonban számos probléma és nehézség vetődött fel, no nem idehaza, hanem elsősorban Párizsban. Sőt, maga Clemenceau tett is olyan lépéseket, informális lépéseket, hogy az Antant Budapesten székelő francia megbízottja Maurice Fouché, az valamilyen utonmódon járjon közbe annak érdekében, hogy ne Aponyit küldje a magyar fél Párizsba. Aponyinak egyébként azt kell mondani, rendkívül rossz sajtója volt nyugaton, alapvetően két okból, az itt most nem részletezendő 1907-es Lex Aponyi, tehát a nemzetiségi népiskolai törvény összefüggésében, ugye ő vallás és közoktatásügyi miniszter volt, a másik pedig az 1914. júliusi megnyilvánulása a Szerbiának küldött hadüzenetet követően, ez a na végre való, és ebből lesz a Aponyiból is, akár csak Tisza Istvánból a háborús uszító, tehát rendkívül rossz sajtó. Végülis nem sikerül Clemenceau-nak elérnie, hogy Aponyit, hogy ne Aponyi legyen a magyar delegáció vezetője, végül úgy nyilatkozik, hogy a magyarok azt a személyt küldik, akit úgy gondolják, hogy a magyar ügyet a legjobban képviselni tudja, és én azt gondolom, hogy nem is kérdés, hogy ebből a szempontból Aponyi ennek maximálisan megfelel. Ha megnézzük a békedelegáció összetételét, ha megnézzük az öt fő megbízottat, a megbízottakat és a szakértőknek a neveit, én azt gondolom, hogy ezek a nevük önmagukért beszélnek, egy Bethlen István, Lersz Vilmos, Popovics Sándor, Szomsics József, Teleki Pál, ugye, aki ekkor egy századdal éppen ezelőtt, ugye éppen április 19-étől a külügyi tárcát viszi a Simonyi Szemadam Sándor kormányba. Kiválóbbnál kiválóbb szakértők, és ha megnézzük ezeknek az uraknak valójában a későbbi politikai vagy szakmai pályafutását, egytől egyig kérem szépen ott találjuk őket a két világháború közötti magyar politikai és szakmai elitben. A főtitkár, akiről említettem, Prasznovszky Iván, ugye ő lesz majd egyébként a békeszerződés életbe lépését követően Magyarország első párizsi követe is. És hát Wettstein János és Hauer Ernő, az ő helyettesei, Wettstein egyébként, akár csak Prasznovszky, ott is lesznek majd 1920. június 4-én. Milyen volt ezzel szemben a Benárd Ágost féle küldöttségnek, a kormány által vezetett kormánydelegációnak az összetétele? Hát ugye utaltam az előbb arra, hogy milyen ad hoc módon és azonnal kellett összeállítani ezt a delegációt. Itt is komoly vita van ugye Benárd személyével kapcsolatban. Ő maga többször tiltakozik, mint ahogy egyébként a kormány valamennyi tagja megpróbál elzárkózni az elől, hogy ő aláírja. Ez egy külön előadás lenne, hogy hogyan történik mégis dr. Benárd Ágost kiválasztása. Itt most engedtessék csak meg annyi, hogy május 31-én a késő délutáni órákban
amikor ő megjelenik a minisztertanácsi ülésen, egyébként Karcagon van egy választási gyűlésen, és késve is érkezik oda, akkor azzal fogadják, hogy hát Ágost, akkor te leszel, akit téged szeretnénk felkérni, mire Benárd annyit mond, hogy őt a kormányzó nevezte ki miniszternek, ha ő a kormányzó ezt megteszi, ugyanezt a kérést, akkor ezzel ő nem zárkózhat el. De egy másik előadás tárgya lenne, hogy valahogy leszűkíteni azokat a szereplőket, akik mehetnek, vagy akik nem mehetnek, és valójában az eredmény születik, hogy valójában nem nagy merítés van, úgyhogy Benárd Ágost végül is a kormányzó és a kormány egyöntetű kérésére szerintem óriási szerepet vállal ebbe Teleki Pál, aki korábban is és későbben is kiváló személyes kapcsolatokat is ápolt Benárd miniszterrel, valójában rávették, hogy ezt a döntést vállalja el. Tehát ő vezeti a delegációt, a másik aláíró, Drasse Lázár Alfréd, ugye itt egy névegyesítésről van szó, tehát az Alfréd az a keresztnév és a vezetéknév a Drasse Lázár, ő gyakorlatilag meghatalmazott miniszter és rendkívüli követ. Mai szóhasználattal élve azt mondanám, hogy ő a külügyminiszternek a helyettese, tehát valójában egy hivatalnok ilyen szempontból, tehát miniszteriális hivatalnok, tehát ő neki nem sok választása van, hogyha őt kinevezik erre a feladatra, akkor neki mennie kell. Egyébként volt még más jelölt is erre a posztra. Velük tart Csáki István követségi attasé, aki egyébként az aponyi delegációnak is a tagja volt, Teleki Pál mellett Telekinek a közvetlen munkatársa volt, ő vezette például a békedelegáció naplóját, ott van Kálai Tibor államtitkár, Barabás Albert, a Nemzeti Újságnak a munkatársa, aki a későbbi napi lapokban, Nemzeti Újságban elég részletesen bemutatja a június 4-i eseményeket. Ugye Ottlik György, aki a Pester Lloydnak a külpolitikai szerkesztője, és nagyon érdekes, Keleti Dénes kormánybiztos a Magyar Államvasutak képviseletében. Ezt azért nagyon érdekes, mert valójában egy Magyar Államvasutak képviseletében miért is kellett kiutazni Párizsba. Most egy nagyon rövid megjegyzés, ugye zajlanak ekkora francia-magyar titkos tárgyalások, és éppen május 27-i minisztertanácson születik meg az a döntés, magának Teleki Pálnak az előterjesztésében, hogy a MÁV bérbeadásának, a franciák részére történő bérbeadásáról a tárgyalások folytatódjanak, és 28-án pedig egy opciós levél kiállítása is megszületik. Tehát nagy valószínűség szerint Keleti Dénesnek másfajta feladata is volt. A Budapest-Párizs közti útvonalat, hogyha az utazását a delegációknak összehasonlítjuk, akkor az aponyi delegációt hatalmas tömeg búcsúztatja a keleti pályaudvaron, beszédek hangzanak el, a delegációt szállító szerelvényt szinte minden magyar településen megállítják, óriási várakozás, lelkesítő beszédek, aponyinak mindenhol, vagy a szalonkocsinak az ablakába, vagy kiszállva beszédeket kell mondani, nagyon óvatosan fogalmaz. Hát azt gondolom, hogy pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, hiszen hogyha jól belegondolunk, akkor 1919 késő tavaszától, koranyarától már pontosan lehetett tudni a békeszerződések legalábbis a területi konzekvenciáit, ha annak minden részlete még nem is volt ismert. A Benárd delegációt ilyen körítés nem fogadta, ők mondom lóhalálába érkeznek meg a keleti pályaudvarra, és ülnek fel arra az Orient Expressre, amely, hát most ugyanez a szerelvény volt, de az nem, ez egy 1920-as kép a svájci határról, ugyanis a Benárd delegáció az a Svájcon keresztül utazott Párizsba, hozzátéve egyébként, hogy mind a két delegáció esetében, amikor a vasút átlépi a francia határt, a vasútvonalaknak a használatát a francia kormány az kiszámlázza Magyarországnak. A delegációkra váró feladatok mik? Hát az aponyi delegáció feladata valójában a békeszerződés tervezetének az átvétele, tehát hangsúlyozni szeretném, hogy semmiféle tárgyalásra és valójában, vagy a tartalom megvitatására valójában nincs lehetőség. Arra van lehetőség, ugye erről már többen említették a mai konferencián, hogy január 16-án lehet egy szóbeli reagálás, majd a magyar válaszjegyzékek összeállítása, benyújtása történik a békekonferenciának, ugye ez majd gyakorlatilag március közepéig folyamatosan zajlanak ezeknek a
a benyújtás ezeknek a válaszjegyzéknek. A Benárd Ágost vezette delegációnak valójában szintén egy feladata van, nevezetesen a békeszerződésnek az aláírása, erre korlátozódik a tevékenység. Közös szereplője van mindkét delegációnak, Henri alezredes, majd később ezredes, nyilván jól végezte a dolgát, hogy előléptették, tehát már 1920 júniusában már ezredesről van szó. Ő az, aki a mindkét delegáció mellé beosztott francia összekötő, és közös egyébként a két delegációban is gyakorlatilag házi őrizetben vannak, tehát a francia detektívek kísérete nélkül el nem hagyhatják a szállásukat. Itt van egy példa, ugye Ottlik György, ugye külpolitikai szakértő 1920. január 19-i esete, amikor ugye bemegy a Párizsba úgy, hogy nem kap erre engedélyt, azonnal közli Kaponyival az ő kiutasítását. Hát való persona non grata lesz, úgy húzzák át azt a megoldást választják, hogy Ottlikot futárpostával hazaküldik, hogy hát haza kell hozni egy jó pár anyagot, így aztán tehát elegánsan lehet a kérdést megoldani, de hát figyelmeztetik Aponyit, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. Benárdot ugyanígy figyelmeztetik, és a Benárd delegációt, hogy nem hagyhatják el Párizst. Mit nem hagyhatnak el? Hát a delegációk tartózkodási helyszínei Párizsban. Ugye az Aponyi delegáció szállása Neuilly-ben van, a Château de Madrid szállodába, amikor majd, onnan majd április 10-én átköltöznek, nevezetesen azért, mert a delegáció jelentős része hazautazik január 2. felében, és a 6-an-8-an maradnak csak Párizsba. Drága is a Madrid, felesleges is akkora területet elfoglalni, nem is olyan jók a feltételek, az ellátás se igazán megfelelő, és átköltöznek a hotel rezervuába, és ez az utóbbi szálloda lesz majd a Benárd delegációnak a székhelye is. Tehát 1920. június 3-án délelőtt őket is ebbe a szállodába viszik. A delegációk párizsi tartózkodásának időtartama, az Aponyi delegáció az január 5-én indul és 7-én érkezik meg. A nagyobb része, ahogy korábban említettem, január 18-a, tehát az Aponyi beszédet követően hazautazik, és majd február 11-én térnek vissza Párizsba, és akkor itt február 12-e és 20-a között tényleg kocsiderék számra juttatják el a jegyzékeket az Antant főmegbízottakhoz, és megindul egy 6-7-es rendkívül feszült várakozás. Ez is egy különösen érdekes időszak, külön megérne egy előadást. Végül is ugye március 30-án hazautazik a delegáció többsége. És nagyon érdekes, hogy Teleki már fel akarja készíteni a magyar közvéleményt, hogy mi vár ránk. Teleki ugyanis a hazautazás, tehát a március végi hazautazáskor ad egy interjút, amiben követ egy nyilatkozatot, hogy úgy látom, ahogy előbb láttam, mikor a tárgyalásra kijöttünk. Tehát ő már tudta 20 januárjában, és persze tudta. Akkor is az volt az érzetem, hogy a békeszerződésben magában semmit, vagy majdnem semmit sem fogunk elérni. Tehát egyfajta lélektani felkészítés indul el. A Benárd delegáció, ahogy említettem, június 3-án reggel érkezik Párizsba. Először a diplomáciai formasságokat intézik el, nyilván a megbízó levelek bemutatásával indul, és akkor az aláírandó dokumentumot beviszik a magyar delegáció vezetőjéhez, amelyhez a Milleran készít egy, tehát a francia miniszterelnök szintén egy kísérőlevelet, amelyben biztosítja a magyar delegáció vezetőjét, hogy ez ugyanaz, szövegében ugyanaz, mint amelyet május 6-án hivatalosan átadtak. És ugye előzetesen lepecsételik a delegátusok a békeszerződésnek a szövegét, az a pecsétgyűrű, ami ott látható, az egy 1940-es vasárnapi újság mellékletében jelent meg, ahol Benárd Ágost interjút adott Benda Jenőnek, annak a Benda Jenőnek, aki végig tudósította az Aponyi delegáció tevékenységét Párizsból, és ő elmondta a saját élményeit, és azaz a pecsétgyűrű, amivel 1920. június 3-án a békeszerződést ellátta a pecsétjével. További jön a június 4-i nap, ugye, mint a Benárd delegációnak a legfontosabb időpontja.
Hát hol volt valójában az aláírás? És azért érdekes a kérdés feltevés, mert ugye említettem, hogy május 22-én már konkrétan meg volt határozva a Grand Trianon, tehát a Nagy Trianon palotának a helyszíne. Tehát ami ott a képnek a bal felső sarkában található, hogy az a Kis Trianon palota, az a Petit Trianon, nem ott volt, kérem szépen, hanem az a kép alsó taktusában látható Grand Trianon kastélyban, és számos esetben felmerül, még olyat is lehetett olvasni, hogy a két Trianon palotát összekötő folyosón volt, és a két palota között azért jó száz, több száz méter különbség van, nincs ilyen hosszú folyosó. Tehát egyezzünk meg abban, hogy nem a Kis Trianon palotában, hanem a Nagy Trianon palotában történt a békeszerződésnek az aláírása. Magyar részről kik vesznek részt az aláíráson? Hát nyilván a delegáció vezetője, ugye dr. Benárd Ágost, aki tehát miniszteriális rangban képviseli a kormányt, korábban említett Drassel Lázár Alföld rendkívüli követ meghatalmazott miniszter, ott van személyesen Prasznovszky Iván szintén rendkívüli követ és meghatározott miniszterként, Wettstein János követségi tanács, és ugye Wettstein az aponyi delegációnak is a tagja volt, Bobrik Arnó követségi titkár, és gróf Csáki István követségi attasé, aki szintén, ugye említettem, az aponyi delegációnak is a tagja volt. A magyar delegációért délután 16 órakor érkezik meg két gépkocsi, ebbe a két gépkocsiba beszállnak a Henri ezredes kíséretében a magyar delegátusok. Érdekes, hogy a többieknek, akik nem férnek be a kocsiba, nekik szinte oda kell, föl kell szaladnia. Hát ez egy 20 perces erőltetett menet a szálloda és a Grand Trianon bejáratánál. Nagyon érdekes eset történik közvetlenül a bejáratnál, a vaskapu le van zárva, francia csendőr ott posztol, nem akarja beengedni az autókat. És akkor a Prasznovszky mondja, hát de nem tesz semmit, hát ha nem engednek benni, nekünk aztán nem sürgős, és nem olyan fontos. Hát hogy lezajlik egy vita, aztán Henri ezredes mégiscsak kinyitatja a kaput. És a magyar küldöttség így 16 óra 15 perckor érkezik meg. Jól látható, hogy ugye a delegátus vezetője ugye előmegy Benárd Ágost, mögötte Drassel Lázár Alfréd, a magas, hosszú úriember, ugye Prasznovszky Iván, tőle jobb szélen, tehát a díszőrség felé ugye Bobrik Arnó, középen Csáki István, és Wettstein Jánosnak az arca csak úgy részletben látszik, és az is jól látható, hogy francia, brit és olasz összekötő tisztek vezetik őket fel, mint ahogy az is jól látszik, hogy a díszőrség nem tiszteleg a magyar delegációnak, ami nem kell ugyan megsértődni vagy csodálkozni, hiszen a békeszerződés még nincsen aláírva, tehát valójában még a hadi állapot a két ország között fennáll. Itt egy kicsit kinagyított kép Benárd Ágostról és Drassel Lázár Alfrédről, és akkor ugye a helyszín, ez a bizonyos Márvány Trianon, a Grand Trianon, annak is ugye a 7 méter hosszú folyosója, és a bejáratnál ugye a francia protokollfőnök fogadja a delegációt, és vezeti be őket az aláírásra. Ugye nagyon rövid egyébként, alig negyed órás ez az egész aktus, Millerand francia miniszterelnök bevezetőjével kezdődik, majd felszólítja a magyar küldötteket, hogy írják alá. Először dr. Benárd Ágost megy oda, ugye, és ahogy ezt később is mondja, ugye, hogy állva oda se nézve írtam alá, tényleg ennyi az aláírás, amit mutatom, hogy dr. Benárd, és azt is nyilatkozza, hogy hiába ajánlanak fel neki egy dísztollat, hát ő a szállodából felvett rozsdás, puhafaszárú tollal írja alá, ami hát állítólag a későbbiek sem az első lehetséges alkalom egy piszoárnában összetört, és akkor bele is dobta oda. Drassel Lázár Alfréd ülve írja alá a békeszerződést, lehet látni egyébként a korabeli ábrázolások, hogy rendkívül, meg az előbbi arckifejezések is beszédesek voltak, hogy mennyire megtört emberekként érkeznek oda a magyar delegátusok. Ezt követi az öt főhatalom, majd a francia ABC szerint a győztesek, rövid bezárás, az egész nem tart 15-20-25 percnél, és itt vannak az aláírások, ugye dr. Benárd és Drassel Lázár, ennyi, ugye ő is csak a vezeték nevét írja oda. És ez pedig már a távozása a delegációnak, csak hogy világos legyen és egyértelmű, ugye a kalapját emelő úriember, ő a magyar delegáció vezetője, mellette ugye a katonatiszt az Henri ezredes, a másik úriember pedig ugye Fukurier, a francia protokollfőnök, takarva az arca Drassel Lázár Alfrédnak, fent pedig ugye a négy cilinderben álló úr,
ugye Praznovszky Iván, Wettstein János, Bobrik Arno és Csáky István. Ugye ez a Csáky István lesz az, aki később majd Teleki Pálnak is lesz a külügyminisztere. És hogy ne legyen kétségünk afelől, hogy tényleg ebben a Grand Trianon kastélyban történt az aláírás, én egy jelenlegi Grand Trianon lépcső sorra rá applikáltam azt az előbb létező képet. Én azt gondolom, hogyha volt bárkiben is kérdés, hogy Grand Trianon vagy Kristrian, akkor ez a kép ezt is eldönti. Minden esetre egyébként, amikor a magyar delegáció elhalad a díszőrség előtt, akkor a francia díszőrség már tiszteleg neki. Hát erről a tisztelgésről egy korabeli újságcikk, ugye bajonettek, cikáztak, a franciák tisztelegtek, és a magyar delegátusok gépkocsijukon elrobogtak. Hát így nézhetett ki a tisztelgés, ugye ez az a pillanat, amikor a Milleran miniszterelnök elhagyja a Grand Trianon palotát az aláírást követően. És akkor végezetül ugye, ahogyan a cím is, az előadás címében is olvashattuk, hogy lehetett volna másként? Történhetett volna másként? Hát tekintettel az idő előre haladtával ezt a kérdést ugyanúgy felteszem, de ugyanúgy megválaszolatlanul hagyom, vagy önökre bízom, mint ahogy Gulyás tanár úr is tette. Csak annyit, hogy mind a két delegáció tisztességgel, becsülettel a magyar ügy korrekt, elkötelezett képviselőjeként volt jelen Párizsban. Én azt gondolom, hogy a delegáció, amit megtehetett, azt megtette. Nem véletlen, hogy az aponyi delegációnak a megítélése máig is rendkívül pozitív. A korszak politikai elitjének, sajtójának, közvéleményének a reagálása is rendkívül pozitív az aponyi delegációról. Nyilván sajnos ugye a Benár delegációról kevesebb szó esik a későbbiekben. Ugye az a bizonyos plakát, hogy átkozott legyen a kéz, amely ezt a békét aláírja, ugye ez azért alapvetően meghatározza ennek a delegációnak a későbbi megítélését. Egy azonban bizonyos, hogy Benárd Ágosnak nem kellett visszavonulnia a politikai élettől. Ő a Simonyi Szem Adam Sándor kormánynak is megmaradt a népjóléti és munkaügyi minisztere, majd pedig az őt a kormányt követő Teleki Pál kormánynak is ugyanezt a tárcáját viselte. Tehát történhetett volna másként, aligha történhetett volna másként, itt valójában a forgatókönyv meg volt írva, amelyben mi elegáns, korrekt, de csak szereplő szerepet kaptunk és vállalhattunk. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen főigazgató helyettes úrnak az előadását. Egy icipicit azok a gondolatok jutottak eszembe, amit Aponyi a védőbeszédében mondott, és azt is mondhattam volna itt ennek az előadásnak a végén, hogy lebilincselő volt két értelemben. Az egyik, hogy valóban egy kiváló előadás, a másik pedig, hogy ez valójában megbilincselte utána Magyarország lehetőségeit. De amit mondott akkor Aponyi, hogy öngyilkosság vagy menekülés a halálból, melyik legyen, és végül is az öngyilkosság az mindig magába hordja az esélyt. És arra gondoltam, hogy mindenképp muszáj elmondanom, hogy amikor a francia katonák tisztelegnek már visszafelé, akkor is azt figyelembe kell venni, valahogy így tanítottuk még, hogy ez azt jelentette egybe, hogy Magyarország nemzetközi alanyiságát ekkor nyerte vissza. Tehát bármennyire is fájdalmas volt, mi lehetett volna, sok kérdője van ebbe, de azt hiszem, hogy itt összecseng a dolog, hogy ez meg volt írva, és talán egy nagyon szomorú történet még, 1920. decemberében jól emlékszem, Teleki bűnvádi eljárást kért novemberben, bűnvádi eljárást kért maga ellen, tehát az események miatt. Mégis azt hiszem, hogy az előadás a Kályhánál volt, ezt szoktuk mondani, tehát a történéseknél, ami 100 éve pontosan májusban mi is történt, és egybecseng azzal az aponyi véleménnyel, amit ő már jól tudott januárban, hogy ezt valószínűleg alá kell írni, ezzel
azt jelezték egybe, hogy Magyarország ismét tárgyaló képes partnerré vált. Az egy más kérdés, hogy ennek a következményei mit jelentenek.